Nagyon izgalmas konferenciásodat fog most indítani. A Financial and Corporate IT 4 témával fog foglalkozni a következő időszakban folyamatosan, és már szeptemberre tervezzük a konferenciának a fizikai vagy a nagy digitális lábát, attól függ, hogy a vírushelyzet hova fog vezetni. Van egy szociálpszichológiai felmérés, vagy igazából több is, ami azt mondja, hogy ha 2 hónapnál tovább megváltozik egy ember környezete, és fölvesz új szokásokat, akkor egyre nagyobb lesz annak az esély, ezekből a szokásokból jó néhány megmarad. Tehát a 2 hónapon most már bőven túl leszünk. Így nem az lesz a kérdés, hogy változunk-e, változnak az ügyfeleink szokásai, hanem az lesz, hogy mekkora lesz ez a változás. Az ember az újságú címlapjait látja, akkor látni azt, hogy egy csomó sikeres cég is van ebben az időben is, akik kiugró eredményeket tudnak elérni, de azért az a komor helyzet, hogy többen vannak olyanok, akiknek az üzlete az nagy mértékben szenved ebben az időszakban. Ha a múlt heti ekonomistot nézzük, akkor olyan sorokat lehet olvasni, hogy az európai légiközlekedésnek a napi utasszáma 5 millióról 50 ezerre esett, hogy az olasz szállodáknak a áprilisi kihasználtsága 5%-os volt, bár azt is nehéz tágatni, hogy egyáltalán ki volt egyáltalán bennük, de ami még súlyosabb és sajnos valószínűleg tartósabb jelenség az, hogy a legtöbb országban most mérik fel, hogy a KKV-knál mekkora munkaerő visszaeséssel kell szembenézni. Mi ezen a szlájdon még 5 fontos a várható környezetet leíró meglátásunkat, várakozásunkat emeltük ki. Tehát egyrészt, ha a teljes lezárással kell sokáig együtt élni, akkor az olasz példából, most már sok más európai ország például is az látszik, hogy erre az időszakra jó 25%-os gazdasági visszaeséssel lehet kalkulálni, és ez ugye akkor időszakos csak, ha feltételezzük azt, hogy az ökoszisztémák, a vállalatok nem esnek szét ebben az időszakban. A fiókhálózatban körülbelül egy olyan látogatás számokban egy ilyen hát közel 50%-os visszaesés láttunk itt az elmúlt hetekben. Nyilván ez volumen alapon teljesen más mutat, mert az ingatlan hiteleknél, ugye, ahol hosszabb az átfutási idő, ott nyilván vannak még korábbi igénybefogadásoknak a feldolgozása, és személyi kölcsönben kicsit nagyobb a visszaesés. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a digitális csatorna használat az jelentősen megnövekedett. Lassan a második éve működik egy chatbot, ami sokan, meg kell mondjam, házon belül is egy ideig egy ilyen jópofa homokozós játszadozásnak gondoltak, amit csak így próbálgatunk, hogy legyen egy ilyen PR értékkel bíró eszközünk. És aztán az elmúlt időszakban is, de most a járványhelyzetben pedig kifejezetten bizonyította a chatbotunk azt, hogy ennél nagyságrendekkel komolyabb szerepet is szánhatunk neki, és tényleg a csatorna terelésben, a csatorna optimalizációban, és különösen a call center tehermentesítésében egy nagyon jelentős hozzáadott értékkel tud bírni. Bevezettük a fizetési kérelem funkciót, ami lehetővé teszi, hogy nem csak gránitbankos ügyfelek egymás között, hanem más banknál, olyan banknál, ahol ezt a funkciót bevezették, és tudjanak egymás között tulajdonképpen leegyszerűsítve kölcsönt kérni egymástól, és ne csak a banktól. Az NHP hajrá bevezetésének időpontjától digitális módon, online módon lehet hitelkérelmet benyújtani, és a szükséges dokumentumoknak a beküldése is lehetségessé válik. Mi az, ami szerintem nagyon előremutató lenne, az, hogyha nem térnénk vissza a régi beidegződésekhez, ha nem engednénk azt, hogy egyébként visszatérjünk a teljesen a régi normákhoz ebben a tekintetben, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan változás menedzsment is, ami önmagától nem fog tudni véghez menni, mert szerintem könnyebb néha visszatérni a régi szokásokhoz. De összességében, ha megnézzük, ez egy win-win szituáció lehet. Miért? Hogyha a bankfiókokban, amire egyébként egyértelműen komplex termékek esetén tanácsadás miatt szükség van a személyes kapcsolatra, ha a fiók, az ügyfelek azért mennek be inkább, hogy tanácsot kérenek komplexebb termékek kapcsán, és sokkal kevésbé az egyszerű tranzakciók miatt, akkor a fiókban ülő kollégák esetében sokkal inkább a szakképzettebb, szeniorabb, profibb, szélszes, profibb értékesítőket tudjuk megtartani, ami nyilvánvalóan egy ügyfél számára azért érték, mert hogy egyértelműen az ügyfélélmény javul. Van egy réteg, akinél ez egy program, tehát hogy ezt meg nem fogjuk tudni elvenni,
Tehát, hogy ma délelőtt bankba megyek, az egy program, amit nem szeretne ő kihagyni, mert közben megtesz ezt meg azt, hogy elmegy a biztosítóba egy ügyet intézni. Szerintem erre a rétegre felesleges céloznunk. A szocializációnak egy része szerintem, amikor kifogunk egy kicsit jobban megint nyitni ezután a vírus után, ugyanezek az ügyfelek ugyanúgy vissza fognak menni, mert nekik a programjukat vettük el.